Hallottál már a multikártokról? Őszintén szólva, én nem, egészen addig, amíg instán nem láttam, és egyből elkapott egy instant get feeling, és amióta megvan, hát tényleg az instant get. Nem csak, hogy sokkal könnyebbé teszi a felszerelés szállítását, de kb. Úgy érezhetem magam, mint egy kisgyerek, aki a bevásárlókocsival játszik a Tesco-ban. Hanem tényleg rengeteg mindenre is használható. A videó végén megosztom, miért éri meg beszerezni, és azt is, hogy hogyan használhatod az otthoni stúdiódban is, hogy tényleg kihozd belőle a legtöbbet. Kezdjük el, de előtte intro. Ebben a videóban a Rock and Roller multikártról fogunk beszélni, 8 konfiguráció, végtelen lehetőségek, ahogy a Rock and Roller mondja. Többféle méretet kínálnak, mindenkinek az igényéhez van opció. Ők 8féle felhasználási módot említenek, de ennél több van, hogyha a kiegészítőkkel kombináljuk, de erről később. Legyen szó egy kompakt, egyszemélyes felhasználásról, mint mi szóló kreátorok, vagy több mint 300 kg szállításáról, itt mindenre találsz megoldást, ráadásul később a hátad is hálás lesz neked. Én imádom, ha tetszik neked is, mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. Mielőtt elmondanám, hogy melyik modellt választottam, amit tökéletesnek tartok az ilyen indie filmeseknek, dumáljuk át a funkciókat és az előnyöket. Először is szerintem olyan 50%-kal kevesebb időt kell eltöltenünk az eszközeink kurcibálásával. Ezzel már nyert. Könnyű, acélvázból van, a váz állítható, összecsukható. Én konkrétan az R8 RT midet választottam, ami szerintem egy tökéletes méret szóló kreátoroknak, 86 cm hosszú, de 132 cm-re is kibővíthető, 40 cm széles váza, és az egész 12 kg. Egyszerűen ideális. A fogantyúk, vagy minek hívjuk, akár 1 méteres magasságba is felhúzhatóak, így könnyen húzhatóak rá, vagy tolhatóak rá, szállító dolgok, tök sok hely van arra, hogy bármit rárakjunk, állványok, hortáskákat, és a rock'n'rollertől rendelhetünk ilyen handlebageket is, amiben bele tudjuk rakni például az állványokat. Ha valamiért nem tűnik strapabírónak, hadd mondjam el, hogy több mint 200 kg-ot is elbír ez a konkrét modell, de én szerintem soha nem kerültem a közelébe se, hogy ennyi mindent vigyek. Ja, és amikor össze van csukva, akkor simán felemelhetjük, és kis helyen elfér a csomagtartónkban. Oké, hol hasznosíthatnád? Először is kíváncsi vagyok a véleményedre, és akár tippeket is megoszthatnánk egymással, szóval dobj egy kommentet, és kezdjünk el beszélgetni. Ugye a Rock'n'Roller azt mondta, hogy 8 felhasználási módja van alapból, ezeket így ide berakom a képernyőre, hogy el tud képzelni, és lásd, mennyire sokoldalú. De itt a lényeg. Ha beszerzel kiegészítőket, mint például egy polcot, vagy alsó deszkát, fogantyúkat, vagy oldalra rakható táskákat, amiket mondtam, akkor még többet ki lehet belőle hozni. Emlékszel, hogy az elején említettem egy hacket? Én konkrétan az otthoni stúdiómban is használom, ráteszem a felső polcot, az alsó lapot, és egy mozgatható kiegészítőm lett. Az alsó lapra tárgyakat rakhatok, amik lehet, hogy kellenek, vagy éppen útban lennének, ott tárolom, a tetején pedig bármi ugyanúgy lehet, amire gyorsan szükségem van, de akár a kis történybőlömet is rárakhatom, és akkor termék videók forgatásánál is tudom használni, nem kell a nagy asztalomat mozgatni. Na, pontosan ez az, ami annyira sokoldalúvá teszi. De ha ez még nem lenne elég számodra, mit szólsz ehhez? Olyan könnyű hordozni, hogy több ilyen autós kirándulásra is magammal vittem, amikor családdal, barátokkal mentünk, úgyhogy azt hiszem elnyertem a csapat cipelője címet ezzel. Szóval ezek miatt lett egy kárt elengedhetetlen része a felszerelésemnek. Amúgy, hogyha nem láttad a széria első részét, hogy hogyan tárolom és szállítom az eszközeimet, mint fények, állványok, mikrofonok, kamera, csekkold ezt a videót. Ha pedig tudni szeretnéd, hogy mi van a fotós táskámban és milyen fotós táskát használok, és igen, van a sztoriban egy csavar, akkor nézd meg
ezt a videót. Lájkolj, kommentelj és iratkozz fel a csengővel együtt, rengeteg tartalmam jön még, szóval köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!